Na, sziasztok, üdvözlök innen mindenkit a Békéscsabai vasútállomásról. Leg innen fogok majd Szegedre utazni. Szegeden pedig remélhetőleg sok érdekes dolgot fogunk látni. Főleg a fényvillamosok érdekelnek. Meg úgy tudom, hogy van egy fényzi útvonal is. Így ezeket fogom megnézni. És úgy tűnik, hogy nézzétek csak. Benne állott ott egy Putyin bosszúja a háttérben, és szerintem az lesz a szegedi vonat, úgyhogy kevés, de hogyha kicsit nagyobb szerencsém lett volna, akkor csörgő jön, és klasszik motoros, de hát sajnos úgy tűnik, hogy most csak az úszgyi maradt, és ráadásul nem is a kék színű, hanem még a hagyományos. Menjen meg is nézzük itt az eredményjelzőt. Hát mondjuk, ja, 847, ott van az öt állól indul. Hát van nagy adóránk átérni, hát annyi elég. És hát igen, az az öt elvágány, úgyhogy a Putyin fog menni. Na mindegy, hát akkor felszállunk a Putyinra, keresünk egy helyet. Azon mondjuk se ezért a konnektor. Illetve minden úgy van egy konnektor, csak most nem működik, tehát be sincs kötve ezeken. Aztán lehet, hogy a felújítottakon bekötötték, ki kéne próbálni. De hát tartsatok velünk majd. Lehet, hogy még menet közben is jelentkezem, vagy csak Szegedre megérkeztünk. Közben akkor megérkeztünk Szegedre. Még megvárjuk a pesti vonatot, aztán irányváros nézni. Hát itt van maga az állomás, épp peronok, benne áll egy bézé. Mondjuk ez nem tudom merre megy, mert Döszke fele jártak bézék, de arra fele meg már nincs forgalom, a 105-ösen meg Vágányzár van. Ez meg az előző pesti vonat. Van egy Dacia. Tolató. És hát nagyjából akkor most hirtelen ennyi. Arrafele volt régen a Szeged-Tisza pályaudvar, meg nyilván Temesvár fele, arra lehetett menni, ameddig meg volt a vasúti híd. És itt van a vasútállomáson még egy érdekes kis kiállítás is. A mozdonytáblák például, ezek gőzösökről. Makettek, volt egy nohab, hajas. Hanyas noha, az nem látszik. Van egy noha, gőzös. Hát az meg egy gigant, igen egy, ja nem egy szili. Terepasztal. Különböző fényképek vonalakról. Gigantok. Ott egy vonaton lévő tábla, amikor még Dombóvárig is járt. Szeged, Kiskunfehér, Kiskunhas, Dombóvár alsó. Szemben lévő kirakatban is van egy pár kép. Pályamunkás, hát ezek viszont vasúti képek. Ez biztos fotós menet volt. Elég sokan vannak. Továbbra is, nagyon érdekes. És ott a 17-es nohab. Na ez nagyon hol készült. A 118-as csörgő a Kapos folyón. Érdekes minden esetre. Ez viszont kis vasút. De melyik? Ez egy érdekes. Közben sikerült akkor vásárolni egy napi jegyet. Ez most így néz ki, és egyébként Szegedben de messze a legolcsóbb a napi jegy. Ez 1040 forintba kerül. És akkor gyakorlatilag 24 óráig korlátlanul bármire át lehet szállni. Csak érvényesíteni kell, mikor először felszállunk, amire külön szóltak is a pénztárba. Vagyunk az Indóház téren. Ilyen vasútállomással szembe, és ide fog jönni majd a 2-es villamos. A szegedi futár szerint, itt van a digitális kijelző, ugye megnézzük.
Itt is van, igen. Hát gyakorlatilag 10 percenként jár, az egyes villamos meg óránként. De a kettes az gyakorlatilag az egyes. Az egyes vonalán jár szinte végig a... Az egyes az egyik körforgalomnál tér le és tesz egy kört a plázánál meg a Lókosi vasútállomáson. Közben megérkeztünk Szegedre, megérkezett a kettes villamos és nézzétek meg, még biciklit is lehet szállítani bizonyos időszakokban. És egész jó tájékoztató is van róla. És csak csúcsidőben tudok szállítani egyébként lehet. Meg így néz ki egy pezaszfény villamos. És ennek az az érdekessége, hogy ez egy új villamos az a pezon, ez egy lengyel gyártmányú, viszont egy oldalú, tehát gyakorlatilag csak egy vezetőfülkéje van, nézzenek meg a hátsó részén nincs vezetőfülke, tehát mint a régen a villamosok, vagy akár ez a bengáliból is van ugye egy oldalú, hogy csak a hudakvágányon tud megfordulni. Tehát ezzel simán visszafogni nem lehet. Ez utas tájékoztató is, rendesen. Ez már érvényesítettük a napi jegyet is. És hát itt vagyunk, utazunk.
ezt nézzétek, ez most így egy gyors logbejelentkezés lesz innen Szegedről. Itt van ez a kiállított villamoskocsi, tényként a sétáló utcától van egy kicsit, a Szegedi Egyetem, Tudományegyetem mögött. És hát látjátok, 1950-es pályaszámú, és egykor ez kis kundodas már a kijáró villamos volt. Egyébként működik benne kocsma is, csak most zárva, szerintem csak nyáron a kiülős része. Sajnálom pedig, hogyha már úgyis üzlék, akkor kipróbáltam volna, de hát majd legközelebb körbe is tudjuk járni, hogyha éppen nem jön autó, egyik irányból se, mondjuk most. Ez csak egy ilyen kis osz. Hoppá, és azt értek, az áramszedőre fölrakva a TV-on tennem. Na ott. És ráadásul két TV-antenna is van, de igen, az egyik oda fel van téve, az áramszedőre. Hát ilyen se nagyon láttunk még eddig. Hát akkor csak egy gyors bejelentkezés lett volna nagyon Szegedről, mint egy szép. Közben itt vagyunk Rókus pályaudvaron, ahol éppen most nincs vonatközlekedés. És itt épül a tramtrén, ahol itt lesz majd a becsatlakozó állomás is. De errefele majd... Egyébként arrafele van a szegedi nagyállomás, arrafele pedig agy. Ma mindjárt megnézzük még azt a vágányt, ahol becsatlakozik a... Vagy csak építés alatt van, de ahol a tramtrénbe fog csatlakozni. És akkor itt lesz ez a vágány, ami ki van zárva a forgalomból, és ott a háttérben van a becsatlakozó, ami majd a tramtrénhez fog menni. Ez egyébként az egyes villamos van a Lajt Szegeden, ott van szembe a pláza. És a villamos majd arról fog jönni, hogy az egyes villamos óránként jár. És igazából ez már csak egy rövid szakasz, ami a kettes, hát illetve egészen pontosan úgy volt, hogy az egyes vonal volt korábban, és a kettest ágasztották ki abból, viszont a kettes villamos az jár ilyenkor 7 percenként, vagy 10 percenként, így vasárnap az egyes villamos viszont csak óránként. Gyakorlatilag ez egy 3-4 megállós szakasz, és egyébként az ott a háttérben az a villamoskocsi szín. Igen, még volt egy hurokvágány, és úgy emlékszem, sőt, az talán még most is megvan. De nem biztos, hogy a villamosok használják is. Egyébként itt van maga az a Rókus pályaudvar megállója a villamosnak, és a Szeged-Rókusi állomás épület is itt van.
De jelenleg a tramtén építés miatt a nagyvasúton, és így a Szeged-Békés vonal van itt, azon is vágányzár van. A Hódmezővásárhelyi híd járvonat, és onnantól kezdve pótlóbusz, és jön egy Tátra. Szóval, amit látjátok, ugye ott megy a Tátra, itt ez a Hudok végállomás, és ott megáll a pláza előtt, és kb. 20 perc múlva fog visszaindulni. Egyébként ezt a megállót is most építették ide, valószínűleg ez nagyon frissnek tűnik. És ott van a digitális kijelző, igen, mutatja, hogy 23 órakor indul majd vissza. Viszont bőven meg tudjuk nézni a tramtrénnek az építését, hogy hogy áll. Hát itt, ahogy látjátok, fog épülni becsatlakozó vonal tovább, tehát onnan itt megépült az új megálló, és megy tovább a sín, ahogy az is, de ez ki van zárva a forgalomból, de itt lehet majd a villamos hálózatról rácsatlakozni a nagyvasútra. Ez pedig itt a Hudokvágány, de véletlenül majd nyilván errefelé is ki lehet majd járni. Tovább, tehát nem biztos ám, hogy ez a hüdök meg fog szűnni. Sőt, az valószínűleg megmarad. Az egyesület most továbbra is azt használja majd. És a vonatvillamos az meg itt tud lecsatlakozni, itt fog letérni a nagyvasúti pályáról, majd ennyi elmények ad és megnézem, hogy ott hogy áll a helyzet. De itt tud rácsatlakozni a villamos hálózatra. És látszik, a felső vezeték az csak eddig van. A nagyvasúti pályán dízelvontatással fog közlekedni a tramtrén. Legalábbis, ha nem villamosítják a vonalat, akkor valószínűleg oda új járművek kellenek. Jelenleg, amikor a tramtrén kb. 2 év múlva beindul, akkor az még nagyvasúton dízellel fog közlekedni, a villamosházaton meg ugye 600 voltos egyen árammal, amivel a villamos is. És itt látjátok magát a vágányhálózatot. És akkor itt látjátok a tramtrénnek a csatlakozó vágányát. Nincs még teljesen készen, ott a háttérben még látszik, még ott van benne egy esív is. Tehát még ott lehet, hogy tovább is ki fog ágazni, nézzétek meg, ott még. Maradvány viszont ott még ott a véget ér, nincs még becsatlakozása a nagy vasútba. Itt van mellette egy korábbi iparvágány is. És egyébként volt ám összekötő vágány, korábban is az SKT telephely és Rókus vasútállomás között, vagy legalábbis ugye a nagy vasúttal volt üzemi kapcsolata korábban is, mert úgy tudom, hogy a Peza villamosok is vasúton keresztül érkeztek Lengyelországból. És valahogy ott akkoriban csak ott aztán a másik oldalán a Rókusi állomásnak volt egy iparvágány kiágazása, és ott állt be a villamoskocsi szín területére, és nyilván ott emelték le, egyébként tehervonattal hozták, és ott emelhették le. De ennyi, most nem fogom ezt a vágányt végésétani, mert sok értelme nincsen. Még nincs is kész, egyrészt másrészt, meg ott se lehet sokkal többet látni, a nagyvasúti csatlakozása még nem épült meg. Úgyhogy mindjárt visszasétálok ide a végállomáshoz, aztán úgyis ez az egyes villamossal kell visszautazzak. Nézzétek, itt lesz majd beépítve egy váltó. Ugye innen csak egy vágány lesz a csatlakozó, és ha nem nézitek, akkor ez a vágány, ez eddig betonaljas. És innestől már valószínűleg hogy az SKT-i, ez innen már talpfás. És egészen itt tovább már talpfás lesz. Valószínűleg a váltó miatt építették meg talpfásra. Mondom, mint látjátok, onnan jön a csatlakozó vágány, és akkor itt tétlen a váltó után már dupla vágányos, és így csatlakozik be. És ez a frissen megcsinált kiágazás. Itt fog majd a tramtrén csatlakozni. Csak hát az még legalább egy-két év, hát egy, de szerintem olyan 2020 nyarára lesz készen, én úgy emlékszem, hogy eleve arra jósolták, hogy majd csak akkor. És egyébként látjátok, benne ott az egyes villamos, azzal fog majd tovább menni. Ott a tartózkodó, meg ugye a forgalmi. És itt egy Hudokvágányba tudod is megfordulni. Szegeden majdnem minden végállomáson van Hudokvágány.
Régebben a Bengárg miatt is kellett. Ugye, de egyelőre akkor ennyi, majd jelentkezem még az adventi tátrát, azt még mindenképpen akarom kapni, meg az adventi tollit is. Én most nézem, hogy ez a tátra is egy oldalú. Ez eddig fel se tűnt, látszik, hogy minden vagyok már fáradva, de én még csak délután egy van. Én azt nézzétek, hogy ez is vezetőfülke nélküli az egyik oldalán. Tehát én nyilván ennek is kell a hulokvágány, mert nem tud másképp megfordulni, hát ilyen az utastere. Szegeden még ilyen tátrák is közlekednek. És egyébként csak úgy elmondom, hogy ezeket is van wifi. És ingyenes, és működik is. És mint látjátok, itt is lehet már kerékpárt szállítani. Csúcsidőn kívüli időszakban. De hétvégén bármikor lehet, csak munka alatt nem lehet. 6 órától 8:30-ig, és 3:17-ig. Ez szerintem egyébként egy jó kezdeményezés. Budapesten is lehetne hasonlóba gondolkodni. Ott nem nagyon van hajlandóság.
Most sem volt azt, akkor a karácsonyi fogy szívesek, de ez zseniális, a versenye is. Ez én megérte lejönni.
Csak úgy érdekességképpen mutatom, hogy ez a BZ fog Kiskunfélegyháza fele, mert azért szokatlan, hogy egy Kiskunfélegyházi személyt BZ-vel adják ki. És akkor lassan felszállunk a vonatra, itt vagyunk már Szegeden, benn van az Intercity, amivel menni fogok, nyilván nem vettem IC helyjegyet, csak a gyorsvalati kocsikba fogok beszállni, úgyhogy ezzel pedig már egyenesen a nyugatig. Egy egész eredményes napon sikerült az összes fényjárművet fotózni, ja, a fényző volt a legjobb, de sikerült a Tátrával is menni, fotózni, videózni is, meg a Pezát is. Igazából az volt az utolsó videó, amikor elindult innen vissza Európa Liget fel a Peza, és még azt videóztam le egyébként. Hoppá, ez csak ott a retro kocsi. Hát ez anyám, ez a retro kocsi. De megpróbálok ebbe felszállni. De erre muszáj egy képet is csinálni. Ezt nézzétek, ez a retro kocsinak az ajtaja. És ráadásul átnyílettek a nyomásod a férjel megnyomod, és így nyílik ki. És nem ám kézzel kell nyitni. És a retro kocsi, de azt megcsinálták, hogy az ajtózárás az gombbal működik. De ezt is megnyomod. Nagyon papasza. És van benne üres fülke, ráadásul akkor biztos ide fogok ülni. Az ugyanaz, ez a biciklit áldalós része, de egyébként detto ugyanaz a két kocsi. Úgy néz ki belőle, csak bemutatom. Veszíti lenne. Mindegy. És detto itt egy üres fülkezbe is foglalom. Hát aztán mégis Intercity, akkor maximumát fogok ülni. Egész tartalmas kis szegedi nap volt ez. Elég sok minden sikerült fotózni, videózni, igazából amiért jöttem, az megvolt, úgyhogy... Úgyhogy végül is akkor ez ennyi lett volna, hát köszönöm ezt a videót is megnézni, de tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, hogyha nem tetszett. A kommentet mindenképpen írtok, akár még soha, de is meghívhatok. Járatunk csak Szatmaszk is, tehát a Kiskunfi, illetve ez a Kecskemét, a Nagykőrös, Cégvédfei, Hétkőmegyek és Pestek, a Hóállomások odállnak. Sehol tett a Hóállomások. Szeretek megelőzése érdekében kérünk csomagjaikra, jött itt a fokozom, tehát vigyázzanak azokat, hogy hagyják megizetlenül. Felhívjuk szívesen gyerekeket a holatot, kívülszöm dohányzás. Nem is fogunk dohányozni. Tisztelt utasáink, szóval az állomás következik. Ahhoz képest, hogy Intercity elég sok helyen megáll. Emlékszem még mikor, hát mondjuk nem utaztam rajta, csak ugye hideg olvastam meg van 92-es menetrendem is, amiben akkor indult az Intercity Szeged meg Budapest között, és nem állt meg akkoriban, még volt, hogy azt hiszem akkor már Kiskunfélegyházán megállt, de amikor ténylegesen elindult, akkor volt olyan, hogy megállt Kecskeméten, aztán sehol máshol. De megint azt hiszem, hogy 92-3 könyökes úgy volt, hogy megállt Kiskunfélegyházán, megállt Kecskeméten, utána már sehol máshol, Budapest nyugati. És ez még elég sokáig így volt, hogy igazából nem volt több a gát. Hát most már Pestenben is megáll Ferihegyen, megáll Kökin, megáll Zuglón. Plusz ugye bevették Ceglédet, azt az ütemes menetrend óta azt is bevették. Ugye a vonatkeresztek miatt Szatyma az meg Nagykőrös, meg Kistelek is benne van. Ugye Kisteleken nincsen kereszt, csak belefél a megállásba. Tehát azért áll meg, hogy Kiskunfélegyházán ne kelljen sokat várnia. Mert hát ez nem jelenne bele semmit, ha volt nem állna meg. Hát ez csak egy kis érdekesség innen a Szegedi Intercity, és ráadásul ugye gyorsvonattal egyesítem egy, de gyakorlatilag gyorsvonati, most én is egy gyorsvonati kocsiba ülök most, de van a vonat elején 2 vagy 3 Intercity kocsi, amire külön Intercity helyet kell venni, erre csak gyorsvonati pótjegyet kell.
úgyhogy akkor... Na, de hol is tartottam közben? Ja, igen. Ja, igen, like, dislike, comment, az mind mindent lehet. Még sorra is meg lehet hívni, mert előbb-utóbb az el fog fogyni, ez nem tart önök ki, úgy bármikor. Sörbogot is lehet csinálni. Végül is Rikárival már volt élőbb tőző sörbogunk, így pénteken a vasalai találkozón. Kocintottuk az egész eredményekre. Nekem 2000 fejét felkozom, nekem meg azt mondom, hogy 1100-adik meg. Ugye akkor köszönöm, hogy a Szeged Ligetes megnéztétek, remélem, hogy tartalmas volt. Nekem mindenképpen, de hát amilyen mentem, az sikerült, mert meg rengeteg mindent tudtam fotózni, videózni is. Úgyhogy egy eredményes nap volt szerintem. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!